A MAFC második csapat a sereghajtó az NB1B keleti csoportjában, így a nyíregyháziak számára értelemszerűen csak a győzelem volt elfogadható a mérkőzésen. Az első negyedben kicsit döcögött a hazaiak játéka, ennek ellenére 10 perc után 3 ponttal vezettek a kék cápák. 35-28 számig látótávolságon belül voltak a fővárosiak, aztán viszont egy 19-0-ás szakasz produkált a házigazda, végleg eldöntve a mérkőzést. A folytatás már csak formalitás volt, a kulcsemberek pihenhettek, a fiatalok pedig bizonyítási lehetőséget kaptak. A hajrában csak az volt a kérdés, hogy eljut-e a 100 pontig a Blue Sharks, ez végül nem sikerült, a zsinórban 6. győzelem megszerzése viszont igen, amivel bebiztosította helyét a felsőházi rájátszásban Siska János együttese. Azt hittem, hogy a Marc az egy nagyobb ellenállás fog tanúsítani, de ugye egyik kulcsjátékosok a Molnár Marc szemültemmel lebetegedett, ez ugye más szerkezetben támadtak. Igazából elégedett vagyok a mérkőzéssel. Próbáltuk azt csinálni, amit elterveztünk. Az elején meghúztuk a mérkőzést, bár kicsit nehezen indultunk bele, de utána már jobban játszottunk. Összeraktuk a védekezést, ugye a védekezést váltottuk, gyakoroltunk is közben védekezést, és örülök annak, hogy a kulcsjátékosságait tudtuk pihentetni, így van, és hogy a fiatalok is pályát tudtak kerülni, és ők is jó teljesítményt nyújtottak. A vendégek edzője a vereség ellenére sem volt elkeseredett, mivel, mint elmondta, számukra az a legfontosabb, hogy a fiatal kosarasok minél többet játszanak fejlődésük érdekében. Mi úgy indultunk ennek a bajnokságnak, hogy ezeket a tehetséges fiatalokat ugye minél több versenyszituációba hozni, pláne egy színvonalas B csoporton. A célunk egyértelműen az, hogy minél több mérkőzést megnyerni, megszorítani, ezeknek a srácoknak a fejlődést biztosítani. Továbbra is, tehát mi minden meccsre nyerni megyünk, utána pedig a meccs hozza, hogy mi alakul ki. Olá Zoltán ismét jól szállt be a kispadról, a nyíregyházi kosaras 22 ponttal vette ki részét csapat a sikeréből. Elsősorban szeretnék gratulálni a csapatnak, nagyon erős mérkőzés volt, pont erős mérkőzés. Az, hogy megszokott, hát próbálok minden meccsen a magamból kihozni a legjobbat, igyekszem, hogy a csapat minél több és minél hasznosabb tagja legyen. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját a Debrecen vezeti 15 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Miskolcot. A Nyíregyháza Blue Sharks 13-6-os mutatóval a 4. helyen áll a táblázaton. A kék cápák szombaton 16:30-kor a Miskolcot fogadják a Continental Arénában.